Új óvodát építenek Szárföldön. A közel 200 millió forintos beruházást augusztus közepén szeretnék átadni. Szeptembertől két csoportban 50 kisgyermek kerül az új épületbe. Igen, Szárföldön hosszú évtizedek óta vágytunk már, hogy óvodát tudjunk építeni, mert a mai helyzetben sajnos egy közel 150 éves épületben van az óvodánk, ami annyira elavult már, és nem lehetett felújítani, és hosszú évtizedekig küzdöttünk, hogy egy új óvodát tudjunk építeni. Úgy érzem, most a kormányzat megértette és elfogadta, és így kormányzati pénzből, kormányzati támogatással valósul meg az új kétcsoportos óvodánk, amire 154 millió forintot az állam költségvetéséből, és ahhoz kell még az önkormányzatnak hozzátenni közel 40 millió körül, hogy megvalósuljon a beruházás. Tehát ez egy ilyen közel 200 millió forintos beruházás? Igen, egy 470 négyzetméteres épület lesz, ami tartalmaz kettő csoportszobát, kétcsoportos, és konyhával, étkezővel. Úgy gondoljuk, ezzel meg lesz oldva az iskolának is az étkeztetése, az óvodásoknak is helybe is egy mai kornak megfelelő modern óvodában lehetnek a gyermekeink, amit eddig sajnos próbáltak szépíteni az óvodában, mindent megtettek annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, de maga az épület erre nem volt alkalmas. Ehhez természetesen meg szeretném köszönni a lehetőséget, megragadva a szülőknek a kitartását, hogy bíztak bennünk, hogy lesz óvodánk, és a gyerekeket nem vitték el más óvodában, hanem eddig is ide Szárföldőbe hozták gyerekeket. Plusz ez, hogy meg tudott valósulni, nagyon fontos, hogy nagyon jó a statisztikánk gyermek létszám születésében. Most szeptemberben 50 fővel lesz a beiratkozás, ami úgy gondolom, ilyen kis településnek az nagyon pozitív, és van jövő, amire építhetünk, és hogy ez megvalósuljon. Mi a megvalósítás menetrendje? Amikor megkaptuk a támogatásról az értesítést, ez 2015. december 31-én írt el a kormányzat, majd 2016-ban a kivételi tervek elkészültek, közbeszerzés, és 2016. decemberében adtuk át a kivitelező cégnek a területet, megkezdték a munkálatokat. Ha minden megvalósul az elírások szerint, akkor augusztus közepére átadásra kerül műszakilag, és akkor utána beköltözünk az új óvodába, és akkor szeptembertől már ott tudják a gyerekek kezdeni az óvodaévet. Hol lesz a faluban az új óvoda? A faluban az óvoda. Nagyon jó helyen sikerült telket vásárolnunk az iskola mellett. Már előbb is említettem, ezáltal megoldódik, hogy eddig az óvoda konyháról elhoztuk az ételeket, az iskolásokat ebédeltetni, 10 óraztatni. Most itt közös udvar lesz, olyan értelemben, hogy az iskolába is át lehet menni, nem kell szállítani az ételeket, megoldódik az iskolás gyerekeknek is az étkeztetése. Ugye ön említette, hogy hány fővel kezdik meg az óvodát szeptemberben, az azt jelenti, hogy a falu számára az elmúlt időszak jó sikerült, tehát egyre többen mondjuk betelepedtek, vagy több gyermeket vállaltak a szárföldiek. Ugye önmagában a falu közösség olyan életet tud biztosítani, olyan életlehetőségeket, ahol megtalálják számításokat a fiatalabb generációk is. Hát én úgy gondolom, hogy az új utcát, amit nyitottunk, az teljesen mértékben most már mondhatom, hogy betelepült, vannak még telkek, talán 4-5, ami eladásra vár, ami már nem az önkormányzati tulajdonban van, hanem a magántulajdonban van, ők is szerintem értékesíteni fogják, most már egyre többen értékesítik, eddig ragaszkodtak hozzá, és rájöttek, idősödnek, hogy a kertre már nincs igényük, ilyen nagy kertre, ami ottan van, értékesítik, oda is települnek be, és ezáltal fiatalok vannak, családok születnek, 2-3 családosok, és úgy látom, hogy van jövőképe a településnek ilyen értelemben, hogy megragadnak, és itt maradnak, és ezt köszönet érte. Hány fő lakja most Szárföldet? Per pillanat Szárföldnek a lélekszáma 1023. 1023, ha visszatérve az iskolát, még 2006-ban azon küzdöttünk, hogy az alsó tagozatot meg tudjuk tartani, mert 14 fő alá csökkent volna a létszám az alsó négyben. Most is osztályt kellett nyitanunk, 3 osztályra, mert az alsó tagozatosok vannak csak nálunk, úgyhogy ennyire jó a létszámunk, hál' Isten. Még egy dolog, hamarosan ugye falunapja is lesz a településnek. Ezt mikor szervezzék meg, hiszen azért a falunapok egy településen nagyon fontos dolgok, egy nagyon sokszínű közösségi rendezvényről van szó.
Igen, minden évben most már, mielőtt elkezdjük falunapokat, több mint 20 éve, június utolsó szombatján tartjuk, idejében ez június 24-ére esik, és akkor lesz a falunap, akkor mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, lesz főzőverseny, kulturális programok, úgyhogy aki úgy érzi, hogy ellátogat a településünkhez, nagy örömmel várjuk, és érezze jól magát. Ugye gondolom, ilyenkor egy kis köszöntő beszéd lesz az új oboda építése mellett, amiről gondolom már szó esik a falunapon is. Mi az, amit még megvalósítanak ebben az évben? Van-e még valamilyen elképzelésük? Hát már megvalósítottuk, igazából ami egy komoly volt, úgy gondolom, a temetőnek a kerítését újraépítettük, egy régi betonkerítés volt, most egy, úgy gondolom, egy szép téglaköbből épült kerítés valósítottunk meg. A napokban az is befejeződik, mert a kerítés már megvan, csak az elemeket, a vaselemeket szerelik fel. Az megvan, későbbekben adunk, még van pályázatunk beadva. Szeretnénk az orvosrendelőnek a felújítását, szigetelését. Bízunk benne, hogy ezek is célba érnek, és akkor meg tudjuk valósítani. Köszönöm, polgármester úr. Én köszönöm a lehetőséget.